Nem úgy értem, van egy ütés, amit Alt F4-nek hívunk. Lefelé ütés van. Akartam mondani, hogy olyan rég forgott, már nem. Most már jó lenne egy forgás is. Akartam mondani, hogy olyan rég forgott, már nagyon jó lenne egy forgás. Ez az Alt-F4 ütés, igen. Hogy megvolt. Ez a dupla Alt-F4. Akartam mondani egyébként, hogy milyen rég pörgött már. Ugye? Most már pöröghette egyet. Leonard, köszi szépen. Nyugodtan kimehetsz Ripa bácsi cigizni, mert a második fészbe mondom, abszolút tapasztalatlan vagyok. A wind-up nélküli megbaszás, ez mi? Az micsoda? Amikor tud úgy pörögni, hogy nem húzza fel. Hát gyatok, és most nem kapta el a roll közbe. Hát ez négy, igen. Nem tudjuk kivéden. Csak leperészt. Nincs-e védekezés? Ennyi változott az évek során igazából a legtöbben, srácok. Most már csak mosolyodok, pedig amúgy most eszembe jutott valami. De nem. Közel van a külföldi kurvákhoz, de nem mondom el. Mind a három megvolt, láttátok? Mondjátok azt, hogy a legutolsó három nem úgy nézett ki, mint hogyha megütött volna. Szerintem négyszer ütött a földbe, az utolsó három olyan volt, hogy telébe baszott volna, és az dodge volt mindegyik. Most is. Keci bassz, hogy mennyire utálok, szeremed elmondani.
Na most nem lett meg. Most benyomta az Alt F4-et. Ájjajjajjajj. Az a baj, futnom kell. Ezt középre csinálja most, és elkezdi a lángoló péniszt. Az a baj. Most a second phase. Gyújtotta a földet megint. Úgyhogy ott állok mellette, bazd meg. Nem mondjátok komolyan. Így csökken az életed attól, hogy meggyújtotta a földet, úgyhogy ilyen közel álltam hozzá, és mit csinál? Pofán lő, bazd meg, amikor tudnék healálni. Hát, baszki. Ezt a szart. Ez egyszerűen hihetetlen. De ennek mi értelme van? De most komolyan. Most ugye azt akarja a game, hogy időzzek. Hogy többet legyek itt, vagy mit? Tehát, hogy ezek ilyen full, nem tudom. Pedig most nem volt annyira rossz, csak az a baj, nem sebzem elég gyorsan. I'm not so far, köszi szépen. Két óra után megmondtad és hívtad a szombont. Van egy boss, amiről azt mondom, a Faxtra Life-osok azt mondták, hogy summon nélkül ők úgy fogalmaztak, hogy majd, hogy nem lehetetlen. De nem tudom melyik boss, mert én nem szoktam így spoilerezni magamnak. Csak azt tudom, hogy valamelyik helyen mondták, de nem hiszem, hogy erre gondoltak. Na, te tudod, nem ez. Gondoltam, hogy nem ez az. Képzeljétek el, pörgött. Képzeljétek el, megint pörög. Most háromszor egymás után pörög. Ez most olyan, mint az Elder Ring? Mármint hogy érted, Dark Drag? Olyan, csak ez egy másik játék. Hogy ez most az a fajta cucc, hogy ugyanilyen kocsink van, csak sárga? Hát ez is egy videójáték, csak ez nem Elden Ring, hanem ez a Lies of P. Nem, nem, amúgy nem. Mit köszöntél? Nem, amúgy nem. Nem open world ez a game egyáltalán, nem. Ez inkább... Így játékrendszerben... Talán a Bloodborne-ra jobban hasonlít, de még annál csőjátéka.
mert még annyi nyitottság sincs benne szerintem, mint abban. Ha jól emlékszem. Hátul nézett a szar, azaz gyors vele, azaz. Bocs, lesz állj, néha azt is kell. Miért, Ferdén, ülsz, vagy csak a kamera mozdult el? Az a baj, sötét lila a neved, és nem látom fekete alapon, de biztos, hogy Hardex vagy. Tehát ki van zárva, hogy nem? Bazsi, nekem indíts prediction-t. Adok pénzt. De nem létezik, hogy nem. Te nem tudom elolvasni, az a baj, a sötét kék meg a fekete neveket ezen a Dark Twitch-en, mert ez az oldalsó monitor elég szar, mondom, a rozsdásba költ ide. Nem létezik, hogy nem. Tényleg? Mondom, olyan nincs, hogy nem. Köszönöm. Igen, egy kicsit felén. Beültem egy kicsit így a székbe, bocs. Honnan tudtam? Dögött alól ne basztál már ki velem. Vagy hogy honnan tudtam. Jó páran vannak itt a chatban, akit felismerek név nélkül is. Igen, kettő sikerült. Tudott megütni a levegőbe, bassz meg! Hagyjatok már a picsába! Erre pazaroltam ezt a kurva move-at! És... Na most ez bosszant! És meggyulladtam itt. Nézzétek meg, hogy hol volt a határ. Se. Tehát gyakorlatilag sehol. És ebbe fogunk belehalni a kurva izébe. Nem is baj! Nem is baj. Nem is baj. Nem is baj. Ez most nagyon felbasszantott, mert ugye láttátok, hogy brékelt. Tehát brékelt ugye ilyenkor ugye ez a stagger. Tehát kapott egy staggert, és mondom, na most beviszem a special move-ot, mert az legalább egy biztos nagy sebzés, és hamarabb felállt a staggerből, mint hogy befejeztem a move-ot. Pedig igen gyors. Egyet. Kettőt. Wow! Igazi geci vagy. Egy igazi geci. Amikor fordul, ugye előre dodzsal skippeltem a pörgést. Egyszer, kétszer, háromszor, ugyanúgy, harmadjára nem. Harmadjára nem. Harmadjára bekapott a damage-et. Rosszul elraktam az iframe-et.
Rossz helyben a rá... Lifeframe nem jött. Nem adtak át volna legyen. Hopp, egy Resident Sleeper! Láttam! Megunta az édesanyjába való üzekedést. Ő az a fajta mini barbis fiú. Nem, sima barbis. Az eleve kicsi. Igen. Érdem lesz, köszönöm. Megpróbálom. Elfogyott a staminánk. Oké. Okay. Oh, mindkét monitorom rip. Durva mi? Nem sikerült szétfáncban. Jó, nem baj. Ez már csak így két HP-s. Megpróbálok addig ráfrissíteni. Ne basszatok fel. Láttatok már ilyet? Mellé. Elengedtem ugye a kontrollert teljesen, hogy befrissítsem a két oldalamat, mert ugye az edge böngésző az ilyen úristen, és mellé ütött. Láttatok már mellé ütni? Tehát van, amikor roll catch ez az ütés. És mellé ütött. Ne várta, hogy elugra, az Roger. Gergő of a Down, köszi szépen. Na, köszönjük szépen, és köszi a három évet. Gratulál Vegethez, köszönjük. Dark Drag, Huszilovics, Bene, I'm Not So Far, még egyszer Rotten, Leonard, nagyon szépen köszönjük nektek is. Köszi Gergő of a Down. Külön köszönjük, ha csak ilyen passzív követő vagy, és ennek elmére. Támogatsz minket, nagyon köszönjük. A kurva. Meglehetősen veszélyes volt ez a mozdulat! Igen, az a baj, a jobb oldalon voltam most, és mindig a bal oldalon szoktam lenni, és ilyenkor nem is látom át a move-ot. Viszont annyiban, hogy amikor a jobb oldalt állsz, akkor az a wind-up nélküli pörgés, amiről azt állítottam, hogy az, az amúgy látszik, hogy nem az. Annak is van wind-up, csak balról nem látod, csak jobbról. Möléniát hamarabb kinyírtam, vagy nem? Én szerintem nem, még a nevemet se tudjátok amúgy. Tehát én nem értem, hogy mi van. Szerintem a legtöbb ilyen nehéz Dark Souls bosszal körülbelül egy olyan ötször annyit szívtam, mint ezzel. Hogy mi van? Amúgy szoktatok ti várni buszra? Amúgy. Vagy mondták már nektek azt, hogy mindjárt? Szerintem három stream volt megölni Meréniát. Ezzel most szívunk így egy kicsivel több, szerintem egy órája, és akkor azt mondja, hogy ez volt. Hát bazd, komolyan nem hiszem el. Meg halálszámláló is volt, nem? Én komolyan mondom, beszarok. Miért csinálom, amit csinálok amúgy? Ilyenkor megkérdezik bennem. Az a baj. Az a baj. És miért van ez az egész, srácok? Miért van ez az egész? Miért? Mert egyben maradt a volt. Azért. Mit? Azért.
Mert lusták voltak, geci. Az durva, ó, nagyon. Vagy azért, mert Réva bácsi nem ment még mindig kicigizni. Az is lehet. Utána már lehet jobb lennék. Amúgy az Elderingben volt sok boss, akivel ilyen... rettentő sokat szívtam. Malakai, Moog, Melania, persze most, hogy ugye most erre terülődött a szó, most már mindenki tudja. De volt sok. Az ember legalább azt hiszi, hogy ezt a sok szívást legalább annyiban honorálják a kedves nézők, hogy tudják, hogy mennyi az a sok szívás. Nem. Mert én is meg volt, hogy másfél óra alatt. Own, az szerintem nem az Elden Ring volt, de ez benne van a mondatban is. De volt olyan Hades, amit feladtam. Volt olyan boss, nem? Biztos, hogy volt. Ha? Oké, volt amihez nagyon sok idő volt, míg visszatértem. De az nem számít. Amihez visszatértem, az nem számít. De olyan is volt, amit teljesen feladtam. Nem igaz, Phantom? De jártak a cserbe, basznak hazudozni! Olboszra noltuk a DS1-et szerintem. Szerintem volt olyan, amit feladtam. Igen, a Nio 2 irakolja. Szerintem igen. A Nio 2 az jó példa. Ja. Azt nem emlékszem, hogy bossnál adtam-e fel, vagy sem, de a Nio 2-t azt feladtam, arra emlékszem. Lábához értem hozzá. Igen, láttátok? Most jobb oldalon voltam, és látszódott, hogy letette a kezét. Az az, ami valahogy bal oldalról. Az igen, az igen! Szóval igen, a Nio 2 volt szerintem az.
azon kívül gondolkozom, hogy ilyen cuccból, mert mondom, a legtöbb dologhoz visszatértem, és végül megcsináltam, de szerintem a Nio 2, meg mintha valami lett volna még, bár az nem ilyen nagyon híres Souls game, vagy Souls-like game volt szerintem. Utolsó cserkész, Souls-like game-ekről vagy Souls game-ekről van szó. Tehát, hogy amit a nehézség miatt adott fel az ember, nyilvánvalóan a boss miatt, ugye most onnan jött fel a téma. Végülis technikailag... technikailag amúgy Meleniát is feladta. Mert nem akartam summonnal csinálni. De végül mégis azzal csináltam. Nem tudom, miről beszélsz Wesley Snipes, de szerintem majdnem biztos vagyok belőle, hogy szerintem a többiek sem. De nem baj. Az a baj, hogy ezzel a no-summon dologgal kapcsolatban az a veszélyes, tudjátok, hogy... látod ezt a Snipes? Vagy Wesley Pipes? Nem is Mimic Tear volt. A Mimic Tear-t azt kitöröltük a game-ből. Konkrétan. És... én nem tudom, az elején bazd meg nem pörgött egy kurva boss, a faszom ki van bele. Szóval az a baj a summonmentes játékkal, hogyha próbálkozol 2-3-4 órát vele, vagy akár többet, utána olyan szar mégis summonnal csinálni. De nem tudtam mit csinálni, mert mindenképp meg akartam ölni Meleniát. Ez most hány alt F4 ütés volt? Ezt utoljára szerintem egy ilyen fél órája csinálhatta utoljára. Semmit.
Úristen! Úristen! Nem tudok futni. De tudtam. Sok van. Körülbelül egy olyan, ez a HP, ami megmarad, ez még egy ilyen 4-5 perc. Annyi szokott lenni egy try, mikor sikerül. Úgyhogy ugye hibátlanul játszol. Shit. Én is pozitívan álltam egyébként hozzá. De amúgy RNG-zasz. Ezt is itt hagyom, most már zavar, hogy van. Nézzétek meg, mennyi a sebzés. Nem látok semmit, az a baj ilyenkor. Eltűnik ugye a karakter. Próbáltam kinézni mellette. Alt F4? Ez tök menő amúgy, hogy ezt néha ki tudom dodzsolni, mert elvileg nem lehet, ugye a pirosat nem lehet dodzsolni. Időbe telik, igen. Minden eldobható tárgyat elhasználtam-e? Hát, ez még nem. A legtöbb dolgot egyébként itt magam körül, igen. Maradt még egy, na mindegy, ezt nem mutatom meg, de azt nem szeretném már eldobni. Hogy a kontroll is megvan még, ez így nem teljesen igaz, Wolfi, de de valamilyen kontrollerem van. Most egy átmeneti kontrollerem van, mert jelenleg az összeset elbasztam, ami... Nem lehet, bazd, fasz ki van! És utána mindig ez, á? Elromlottál, babakék? Nem. Úgy basztam el, hogy nem romlottál. Igen. Sajnos el. A dodge gombom romlik el általában. Azon is az ment el.
azt csinálja, mint az Elite 2 csinálta az Elden Ringben, hogy tudod, amikor nyomba tartod a sprintet, akkor néha dodge-ol egyet. Nem tudom, hogy miért. Valtefli. A leggeci búvokat csinálva. Nekem stick driftem sosincs, addig nem jutok el. Hogy legyen. Igen, az Elite 2. Maradt egy erbó. Miért nincs damage? Miért? Faszomban. Mire vonatkozott az Elite 2-es kérdés, hogy Elite 2 kérdőjel, de tartsd meg akkor magadnak. Nekem a legtöbbet ezek a kontrollerek bírtak. Eddig. Ez most is működik még, csak nem szeretem annyira. Mortalhoz nagyon szeretem, meg ilyen fighting gémekhez, de Souls-like-okhoz nem szeretem, se Souls gémekhez, de azok bírják a legjobban. Azoknak sem bajuk még most sem. A Microsoft kontrollereket azokat alapvetően szeretem egyébként a kiosztás miatt, meg én ezt az aszimmetrikus joystick elosztást szeretem jobban. Na mindegy. Három, bazd meg. Három. Ez az a... Nem látom, amitől a kurva oszlottól bazzik, hogy mikor jön le a keze. Nem igaz. A Razer Wolverine 2-t próbáltam-e már? Hát persze, volt is olyanom. Van egy olyan is, hogy beszarva. Azt szerettem az egyik legjobban azt a kontrollert. Egyszerűen imádom, amilyen. Persze. Persze, abban a pillanatban. Break után kell egy, azonnal egy ilyen movie. Mikor van időd egy pillanatra támadni. Na mindegy. Szóval nagyon szerettem a Razer Wolverine V2-t, csak egy olyan három hónap után beszart. Scuff is beszart nálam. Általában gyári kontrollerek bírják a legtovább. Gondolok a DualSense-ről, gondoljatok bele olyan a chatot, most már ilyeneket olvasok be. Nem fogok 90 ezer forintja kontrollert venni ahhoz, hogy elbasszam egy fél év alatt. Biztos, hogy nem. Mikor kijött az első Xbox Elite kontroller,
akkor azt megvettem, mondom, na ez godlike cucc, bazeg, bírni fogja, meg kurva jó, annak az RB-je tört el, szerintem egy fél év alatt, akkor mondtam, hogy a faszom se vesz drága kontroller többet, minek. Még hamarabb beszart, mint a gyári. Úgyhogy inkább nem. Akármilyen jó. Dumáltunk, köszi. Thrustmaster faszom, ha már megkérdeztétek. De egész exkluzív. Tripla. Szerettem volna mesterről beszélgetni veletek, ha már így adódott ez a stream, hogy kihívást jelent ez a boss, de megint belesétáltunk abba, hogy beszélgetünk a kontrollerekről, és akkor és a mélyzet szerint? Persze. Na, nem tudom, de Somhajban a zsabot használ évek óta, neki működik. Az Xbox 360 kontrollerek is nagyon strepa bíróak, igen, csak annak meg a face gombjai nem voltak olyan jók. Duplán dodzsoltam nem egyet, hogy nehogy elkapjon az a fordulós támadás. Ez így is honkon baszott. Ez rossz. Mit? De hogy? Hogy? Ezt már szerintem a második trájnál is kérdeztem ennél a bossnál, ami nem tudom mikor volt, de nagyon sok órája. Hogy a faszomba kap el mitról? Az két dash egy roll, és a roll közepén kap el. Csak nem mindig. Köszönjük, Répa bácsi. Beszéljünk inkább a debreceni bulgárizőkről, biztos vagyok benne, hogy rettentő sok embert érdekel tényleg. Ez olyan, mint mikor ülsz egy ilyen 30 fős társaságban, és így eszedbe jut valami, és úgy gondolod, hogy biztos vagy benne, hogy mindenkit az fog érdekelni. Nem, amúgy. Csak mondom, hogy amúgy nem. Velem van a legtöbbször ez egyébként. Mennyi ideje megy ez a boss fight kb? Hát tudod, előtted
jöttem, hogy 8-al beérte Réva bácsi egy másfél órája, meg mondtam, hogy igen. Úgyhogy abból meg tudom mondani, hogy kb. Mióta megy. De... Mindenkinek vannak egyébként ilyen nehézségei. Nekem több is. Úgyhogy ez nem gond. Bár mit szoktam mondani ilyenkor a gyerekeknek? Nem a te hibád. Rossz volt a tanár, az a baj. Nem döntött meg rendesen. Van olyan. Az a baj, nem látom a karaktert, be vagyok szorulva a lába és a kar közé. Milyen kajázókat szeretsz? Mondjam el mindet. Nem, milyen kajázókat ismersz? Hát... Úgy 35 év alatt vagy két helyen ettem már. De most ez elég. Lehet, hogy több időbe kell elsorolni, mint amennyi ez a boss. Ha engem kérdezel. És neked mi a kedvenc színed? Nem Thai Life, csak azóta eszek éttermem. Nem mindenki nyomjáztam születésétől kezdve. És sose tudod, hogy tripla vagy dupla. És ez most 4 volt. Hozzáértem? Hú, ebből innen ki kell jönni. Nem, mert ott a fal, és ez úgy nagyon nem cool. Ó, te jó ég! Jézus Mária!
Anya. Úristen! Ez egy mocskos geci, komolyan mondom. Hogy nyomhatta be? Hogy? Hogy csehet csecsest velem? De nem tudok tovább dodzsolni, ott a fal! Kétszer körbefutottam. Itt szeretném most megjegyezni, hogy Gyapot beírta nekünk a csetbe, hogy happy. Köszönjük, Gyapot. Az utolsó nagy hajrá az akkor lesz meg. Még vagytok. Faterló, Beholder, köszi szépen a 22 hónapot és a gifteket is. Nagyon szépen köszönjük. Köszi, Golden Samurai. Blada! Igen. Jó, köszi a 3 évet. Gratul a Benjethez. Örülök, hogy több öteket is lefoglal a stream. Chuck Norris, Gary Dory, Korat Freak. Harmadik ütés. Nem kéne. És akkor muszáj volt jobbra csináljam, mert balra jött volna a fal. Most meg középre? Most már kezdi? Aha, kezdi. Szerintem ez meg volt. Szerintem ez meg volt. Kigyulladtam. Kigyulladtam, bazd meg. Á, nem hiszem el. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Mondom, ez a játék egy csicska. Amúgy az a baj vele. Egyébként. Az a baj vele. Hol is tartottunk? Valaki itt valamit nagyon mondott, nem emlékszem már. A múltkor volt egy srác, az azt írta nekem, nem Souls Game miatt, hanem az egyik happy hour-ban mondtam, hogy milyen sokan felveszik a streameket. Ugye nálunk. Minden streamet ugye felvesznek ilyen screencast programmal, és mondta, mert ugye írtam, hogy milyen sokan vannak, ki ezért, ki azért, ki amazért, és akkor írt egy srác, aki azóta amúgy mondom, törölt ezt a kommentet, hagyjam meg. Ugye egyszerűen is elmondom.
Melyik játékos mennyi ideig tartott a leghosszabb boss fight? Fikt. Németes volt. A Meréniás fight volt a leghosszabb egyébként, de ezt jobban unnom, mint a... Almost. Almost. Oké. Okay. Szóval akkor azt írta, hogy azért veszi fel a streamjeimet, de csak az enyémet, a Janiét nem. Mert meg akar handrásozni, és tudja, hogy egyszer meg fog tudni. Csőbe! Látjátok? Ha csak kettő, akkor megy. Nem tudom, hogy szintén megvan. Bassz meg meg! Ez nagyon nagy baj. Ó, nyám! Összejött? Nem hiszem el ezt a timingot. Oké. Na ugye. Ó, ne! Hát ez a rip, srácok. Ez annyira, nem tartom el. Jó, nyilván most én vagyok a rinyagyár itt, de ezt akkor sem tartom fel, meg bazd meg, hogy annyira közel vagyok hozzá. És rizsdeteket nyom. Mi ez? Ó, ez ugyanaz. Megnyomni a hírt. Most se. Most. Rogy! A helikopterhez! Bocs. Megint úgy helyez. Megvan. Bazdmeg. Ah, pedig annyira szerettem volna, hogyha ezt a rugást most ebből a tribe-ból kihagyjuk.
Az a baj, hogy eddig egyszer dodzsoltam jobbra azt a rugást, de amúgy az a csella egyébként a rugásban, hogy ugye nem tudom, hogy látjátok-e, de minden egyes földbedöngölős ütést és Alt-F4 ütést a balra dodzsolok ki. Na most a rugás jobbra lehet. És a rugásnak az a csele, hogy azt hiszed, hogy a földbe fog ütni, de közben rúg, tehát eleve balra tudod kidodzsolni.